Ha Hó könyvtársak címmel tizedik alkalommal hirdetett olvasás népszerűsítő versenyt a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár harmadikos és negyedik osztályos tanulóknak. A Vármegyéből 25 csapat jelentkezett a megmérettetésre. Két írásbeli forduló után közülük 15 maradt versenyben. A hétfői szóbeli döntőn a gyerekek Bosnyák Viktória és Dudás Győző Fókuszban a Kókusz című könyvéből adtak elő egy-egy jelenetet. Krumplilevesben. Krumplilevesbe akartak belefőzni? Ez megalázó. Legalább gulyásleves lett volna. Leves-leves. Egy kutya. Az avastetői Pattantyús iskolából érkezett a versenyre a könyvtáros Csajszik csapata, és egy megmosolyogtató jelmezes jelenetet választott a Fókuszban a Kókusz képes regényből. Minden csapatnak egy maximum 3 perces részletet kellett kiválasztani a kötetből, és azt előadni. Szeretnénk bejutni a top 3-ba, és úgy készültünk erre, hogy ugye el kellett olvasni 2 könyvet, és utána kellett csinálni montást, és azt be kellett küldeni, és utána pedig gyakoroltunk ilyen feladatlapokon. A Hahó könyvtársak évek óta olvasás népszerűsítő vetélkedő, és iskolánként idén is csak egy csapat nevezhetett. A Vármegyéből 25 csapat jelentkezett, és a 2 írásbeli forduló után a legjobban teljesítő 15 vett részt a szóbeli döntőn. Miklós Katalin könyvtáros szerint a versennyel minden csapat nyert, mert elolvasta a könyvet. Bosnyák Viktória is készített egy titkos feladatot, meg mi is készültünk, hát a klasszikus ilyen igaz-hamis játék, de valójában azt nézzük, hogy azokat a műveket, amivel ismerkedtek, most mennyire tudják feleleveníteni itt a szóbeli döntőn. A rendezvény résztvevőit Varga Andrea alpolgármester köszöntötte. Olyan kulturális eseményeket, amelyeket a városban mi szívesen látunk, azokat a gyerekek számára is biztosítani kell. És a gyerekek azok, akik fogékonyak arra a kulturális környezetre, amelyet teremtünk számukra, és gyakorlatilag most a jövő generációjának a munkáit látjuk ebben a vetélkedőben, akik számára az olvasási élmény az megalapozza a hozzáállásukat és a viszonyulásukat a kultúrához. A verseny fődíja egy egynapos buszos kirándulással Bükkalja központjába, Bogácsra. A megmérettetésen az avastetői iskola könyvtáros Csajszik csapata lett az első, a Vörösmarty Katolikus Iskola csapata a második, a könyves csapata pedig a 3. helyezett lett.